Sziasztok! Hát lassan már megszokhattátok, hogy olykor-olykor másodmagunkkal vesszük be a stúdiót, ez ma sincs másképp, és a mai vendégem egy olyas valaki, akinek a neve egészen biztos, hogy mond valamit, pláne azoknak, akik a gasztronómiában picit jártasak, és szerintem, hogyha jobban megnézitek otthon a nagymama könyvespolcát, biztos, hogy van ott egy könyv. Kiről is beszélek, a mai vendégem nem más, mint Lajos Mari, üdvözöllek itt a konyhánkban. Üdvözöllek én is benneteket, és köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, hogy eljöttél. Mi is az az étel, amit ma el fogunk készíteni. Az egyik legjellegzetesebb olasz tésztaétel, egy tészta rakottas, aminek az olasz neve már be is vonult a magyar köztudatba, úgy hívják, hogy lasagne. Akár kezdhetjük is. Kezdhetjük is, mivel kezdjek? Készítünk egy úgynevezett sofrittót. Ez az olasz szent háromság. Az olaszok a zeller gumó helyett szárzellert használnak, de az a tapasztalatom, hogy a mi hagyományos zellergumónk sokkal ízesebb, ez így markánsabb, tehát ezt fogjuk használni. Itt kezdjük akkor. Jó. És hogyha jól tudom, akkor neked olasz befolyásoltságod is van. Erről mesélnél, kérlek? Igen, hogyne. Én rendes polgári mesterségemre nézvést olasz-magyar szakos tanár vagyok. Ennek a következménye vagy folyamányom volt talán, hogy az én ifjúkori férjem olasz volt. De hát az én olasz családom nőtagjai remekül főzött mindegyik, sajnos már sokan nincsenek közöttünk. Úgyhogy nekem alapvető feladatom volt, hogy jól megtanuljak olaszul főzni, mert a férjem is nagyon szeretett enni. És te mit szeretsz az olasz konyhában? Mi az, ami megfogott? Az egyszerűsége, az ízes alapanyagok, a kevés alapanyagokból jót készíteni? Nagyon jól mondod, az olasz konyha olyan ízletes és olyan változatos, még akkor is, hogyha csak a kontinentális részét veszük a dolognak. A te recepted, én egy nagyon-nagyon pici olajat tennék alá, mert elég húsos. Igen, egy 3-4 evőkanál olaj. Ez milyen olaj? Ez oliva. Klasszikó, nem szűz olaj, extra szűz. Megfogtál. Nos? Szerintem extra szűz. Az baj. Az baj, ezt kivágjuk. És mi a tapasztalatod, hogy 30 évvel ezelőtti lasagne recept is megegyezett a mostanival, vagy az olaszok is úgy csinálják, hogy mindig belenyúlnak egy picit, valami kis firnánzt belevisznek? Általában igyekeznek magukat tartani a hagyományokhoz, és hogyha nincsen mondjuk egy családban egészségügyi oka a dolognak, akkor nem nagyon változtatnak rajta. Tehát mondjuk hogy valakinek magas a koleszterin szintje, akkor lehet, hogy kihagyja a szalonnát. De nem nagyon nyúlnak bele, hiszen ez a dolognak a lényege. Tartják, kőkeményen tartják a hagyományokat. Mert ugye nálunk, én azt teszem észre, hogy a videóink kapcsán is, hogy készül egy étel, például az egyik legmegosztóbb dolog, mondjuk a halászlé. És vére mennek az emberek, hogy azt nem úgy kell csinálni, azt így kell csinálni, holott ugye halászlé a végeredmény, csak te passzírozva szereted, én meg nem passzírozva szeretem. Te tésztával szereted, én kenyérre hát szeretem. Tehát ez tiszai vagy dunai halászlé. Hát nem csak egy ilyen megosztó étel van. Nem, szinte mindenben. A töltött káposzta a legjobb. Én azt gondolom, még a vajas kenyér is megosztó nálunk, hogy mennyi sót teszünk rá, mennyi vajat teszünk a kenyérre, milyen a kenyér. De ugye az olaszoknál ott a pizza, tehát hogy ott igen, ott mit tud variálni az ember, hiszen ugye egy alap... Rengeteget. Mondjuk van az öt alap pizza, ami általában így ilyen nápolyt szokták annak nevezni. Pizzát ahány régió, annyiféleképpen süti. Szicíliában van spenótos, szalonnás, mazsolás, ananászos. Ananászos nem. De már ezek is túlságosan gazdagok nekem, amin már ragut tesznek rá, igen, vagy brokkolit, vagy kukoricát. Szóval ezeknek már nem túl sok közük van az eredeti pizza. Nézd csak meg közben, bocsánat, szerintem. Az jó lesz, ugye? Igen. Ki szoktad szedni? Szedjük, nem hagyjuk benne, jó? És akkor jöhet az úzás, jöhet ugye? Jöhet az úzás, igen, és a hagymát is. Ha jók az információim, akkor ugye már van egy unokád is. Igen. Na és ő hogy áll a gasztronómiához? Hát imád, ott nagyon jól állunk, már imád enni. Ez az alapállás, hogyha imád enni, akkor az azt jelenti, hogy majd amikor akarja, tudja, kész lesz tenni is érte valamit. Egyelőre nagyon sok más dolga van, de sütni szeret is, meg tud is. Majd később jön a többi lecke.
Honnan jött neked ez, hogy a tanári pályát azt elhagy? Vagy nem is tudom, hogy dolgoztál egyáltalán tanárként? A kislányom születése után tanárként kezdtem a pályafutásomat, de sajnos a férjem nagyon fiatalon meghalt. A kislányom 17 hónapos volt, és hát a tanári fizetésből nyilvánvaló volt, hogy nem tudok megélni egy gyerekkel. És a Pannonia Filmstúdióba kerültem szinkron dramaturgként. Az azt jelenti, hogy külföldi filmeknek a magyar szövegét írtam, és mindegy 300 filmet körülbelül 10 év alatt, hát mondjuk magyar szöveg Lajos Mari címmel, Piedone filmek például, sok-sok olasz és nem olasz filmet ismert. Tehát nem csak a gasztronómiában ismert a neved, mondhatni. Nem, meg hát műfordítások, egyebek voltak. A gasztronómia úgy mellékesen az oldalágon csúszott be, mert amikor megismerkedtem a későbbi második férjemmel, Hemző Károlyal, akivel ugye közösen is csináltátok volt, a könyveket. Hát vele kezdtük el a főzőcskézést, méghozzá megrendelésre. Kellett egy termékkatalógus. Akkor én azt szépen megfőztem, egy megfelelő tányéron megtálaltam, és hát ez nagyon tetszett a megrendelőnek, és akkor vérszemet kaptunk. Tudnánk mi saját szakácskönyvet is csinálni. Mikor jelent meg az első szakácskönyvetek? 83-ban. Először szeretünk volna egy szép, vaskos, képes szakácskönyvet csinálni. Úgyhogy mindenki csinálja maga munkáját, hobbiból. És akkor azt mondta a kiadó, hogy hát az nem fog menni, mert egyfelől mennyi idő alatt tudjátok elkészíteni, másfelől mennyibe kerül, és mennyire lehet eladni. Úgyhogy ad acta tettük a dolgot. Még nem aztán egyszer a 83-ban volt a férjemnek a Vigadóban egy kiállítása, Budapest kiállítása. Úgy gondolta, hogy három témára osztja az anyagot, és akkor heuréka kipattant az agyunkból, hogy lehet, hogy ha 3x33 képet tesz a falra, az 99. Ez nagyon jó szlogen lenne a szakácskönyvnek, és osszuk fel fejezetekre, és álljunk neki, és ez már nagyon tetszett a kiadónak, és így indult. Akkor azt gondoltuk, hogy csinálunk belőle 12-t, ez körülbelül egy szakácskönyvnek a fejezetei, de hát aztán a kiadó nem engedte, hogy abba hagyjuk, mert túl nagy volt a siker. Hál' Istennek! Szépen lepirultak a zöldségek, ugye egy kis hasznos pörzsanyag is megjelent, sokan félnek ettől, de ugye erősíts meg, hogy az kell, hát az adja meg az igazi ízt, és akkor most lepirítjuk ugye a húst is, két részletbe fogom hozzáadni. Szépen lepiruljon. Mi volt az első étel, amit te megfőztél? Életemben? Életedben, tehát akár gyerekként, és hogy milyen idős voltál. Tehát rántott hús volt. Rántott hús. Igen. Karajból, az igazi klasszikus magyar rántott 9, hús. 9 éves voltam, amikor ezt elkövettem, és az egész családom szívbajt kapott, hogy most égeti meg magát a gyerek. De volt nem. Egyébként valamilyen konyhai baleseted, vagy valami malőröd? Nem igen, nagyon, mindig nagyon vigyáztak rám, és vigyáztam én is magamra, hogy a konyhában ne történjen baleset. Bocsánat, most tűnt föl egyébként, hogy fokhagymát te nem teszel a ragúba? Majd mielőtt a paradicsomot ráteszik. Ja, hogy akkor, és akkor azt te nem szoktad lepirítani. Nem. Aha. És most, hogy picit lepirult a hús, ugye most hozzáadjuk a vörösbort, igen. De nem sokat, egy decit, hogyha jól igen. Látom. Az aromájára van szükségünk. Minden vörösbor boldogító. Ez így igaz. És akkor mi következik ezzel most? Ezt hagyjuk elpárologni. Jó. Ha ez elpárolgott, akkor hozzátesszük a paradicsompürét, majd a paradicsomot. Mehet hozzá mind? Igen. Elég levesesnek kell lenni ennek a ragunak, mert száraz tésztalapokkal dolgozunk. Tehát ezt most hagyjuk békén, adunk hozzá zöldfűszereket, sót, borsot, és szépen, szeliden rotyogtatva, ha lehet, 1-2-3 órán keresztül főzzük. Mi kerül igen, bele? Én oregánót és kakukkfüvet szoktam beletenni, és akkor ha most akarunk bele fokhagymát tenni, akkor most kéne belenyomni. Én azt gondolom, hogy akarjunk bele fokhagymát tenni. Két gerezd. És akkor jöhetnek az zöldfűszerek is, ugye? Igen, egy picit úgy szoktam, hogy a tenyerembe veszem, és egy kicsit elmorzsolom uh-huh. A fújammal. Nem nagyon méricskélem én ezt. Ez kisebb? Nem, szerintem. Hát! Ez jó lesz. Jó lesz? Ez jó lesz.
Akkor most elkészítjük a besamel. Neked van valamilyen bevált arányod a besamelnél? 1-1-1. 1-1-1? Ahány gram vaj, annyi gram liszt. Eddig stimmelünk. És annyi deci tej. Tej, igen. De ennél kivételt teszünk, egy 10%-kal megemeljük a tejnek a arányát, mert folyósabbra szeretnénk csinálni. Uh-huh. Ezt felolvasztjuk rá, rádobjuk a lisztet, és föl kellene forrósítani a tejet. Tehát te meleg tejjel készíted. Forró tejjel, uh-huh. Igen. Frissen reszeltük bele a szerecsendiót. Mennyire vagy annak a híve, hogy csak is friss alapanyagokat használjunk? Abszolút. Abszolút. A borsot is szeretem frissen őrölve. Vannak persze olyan ételek, amiben muszáj nagyon finomra őrölt borsot tenni, pláne mondjuk, ha egy ilyen kényesebb mártás, ahol fehér borsot használunk, de amúgy frissen őrölt fűszereket uh-huh. szeretek. A szárított zöld fűszerek még aromásabbak, mint a frissek. Egyre kell ügyelni, hogy nem szabad sokat vásárolni belőlük, mert körülbelül egy év után elvesztik nem csak a színüket, hanem az aromájukat is, és akkor sajnos nem ér semmit, ki kell dobni. Igen. Tehát mindig kevesebbet vásároljunk inkább, és ha nem vagyunk biztosak a mennyiségben, apránként adagoljuk az ételhez. Jó szépen elkezdett bugyborékolni a vaj, most hozzáadom a lisztet. Egyszerre, igen. És folyamatosan keverjük. Keverni, keverni, keverni. Erőteljesen kell keverni. Kétségtelen. Ez addig kell folyamatosan keverve főzni, amely nem kell sokáig főzni, amíg bársonyosra besűrűsöd. Eldöntött te, vagy döntsem el én, hogy elég sós? Eldöntöm én, ha akarod. Ragaszkodom hozzá. Még mehet egy kis só. Elég. Ez mindjárt készen van. Nézd rá, kérlek, szerintem ez így már jó is. Mi a véleményed? Jó lesz, igen. Jó 2 órát főztük, akkor lekapcsolom, és akkor igazából jöhet a rétegezés is, ugye? Most jön a művészet. Most jön a művészet része. Na és várjál, még mielőtt bárminek nekiállnánk. A nagy kérdés, mi kerül legalulra? Filozófia kérdése. Én alulra, tehát kivajazom a tepsit, én alulra húsragút szoktam csinálni, tenni, simítani, és a tetejére simítom a besamelt. Alulra húsragút teszünk, mert annak a tetejére kerül egy kevés besamel, majd úgy a tészta. Jó. Ja, hogy miért én csinálom? Csinálhatom én is. Csináltál te már épp eleget ilyet szerintem. Jó. Én nekem nem árt még a gyakorlás. Jó, elég lesz. Így ezt eloszlatom, és akkor erre tesszük a besamelt. Kicsi besamelt, igen. Nem kell sok, kicsi. Nekünk még 3 rétegrehez kell a húsragú, és 4 réteghez a besamel. És csak el is osztottam. Jó. Te közé is rétegezel sajtot? Igen. Aha. Na ez is egy új, ez is tök jó ötlet. És milyen sajtot használsz? Csak is reszelt, frissen reszelt parmezánsajt. Azért, mert igazából a lazányét egy kicsit hűlni kell hagyni, mielőtt fogyasztjuk és fölvágjuk. Márpedig a mozzarella csak melegen, gusztusos és finom. Ha azt hagyjuk kihűlni, akkor kikeményedik. Ilyen gumis lesz, ugye? Édes kis kezemmel szoktam megszórni. A klasszikus lázánya 4 réteg tésztából áll, uh-huh. de hogyha nem akarjuk nagyon magasra, vagy nagyon népes a gyülekezet, akkor lehet csak 3 lapot rakni és nagyobb tepsiben csinálni. És több kenyeret adni mellé. Milyen fokozaton süssük? Légkeverés, alsó-fölső? Nem, alsó-fölső 200 fok. Jó, már teszem is. Én készültem, behoztam egy általunk készített receptkönyvet, és a tiédből is hoztam egyet, csak úgy összehasonlításként, hogy a trendek mennyiben változtak. Lapozz bele, kérlek, hogy mi a véleményed, szerinted van különbség? Persze a mai stílus, a tálalási stílus is letisztultam. Nincsen a háttérben annyi dekoráció, mint az én időmben.
Itt arra törekedtünk, hogy minél egyszerűbben elkészíthető sütiket csináljunk, ugye? Igen. Említetted, hogy a sütés azért időigényesebb. Hát, sokszor nem. Ezért nem is áll neki az ember, de itt ebben, hát megkockáztatom, hogy talán a leghosszabb recept az 50 perces. Hát az nagy dolog, mert manapság nincs idő a főzésre. Én belátom, mindenki dolgozik, igyekszik, hogy úgy mondjam, megúszni, túl lenni a konyhai dolgokon, úgyhogy nagyon hasznosnak találom. Köszönjük szépen. Persze tudod, más az, amikor az ember egy hangulatból, szórakozásból, sikerélményre vágyva akar egy csodás tortát sütni, és akkor az nem számít, hogy 3 napig kell egy tortát kényeztetni. Így igaz. Hát a mai napig tanulok mindenkitől valamit. Jó papics! Igen, ez így van. Remélem már nem olyan forró, hogy megégjen a szánk. Ha igen, hívom nagymamámat. 16 éves koromban is megfújta nekem az ételt. Jót csináltunk, azt gondolom. Uh-huh. Kár lenne kihagyni. Én nem mondom, hogy a legegyszerűbb ételek egyike, de... Nem olyan ördöngösség. Mesés. Tehát igazából egy ragút kell csinálnunk, egy besamelt kell csinálnunk, és össze kell állítani, tehát... Az az igazság, hogy el lehet osztani a munkát. A ragút előre megfőzzük, akkor tényleg csak a besamel marad és a rétegezés. Igen. Aztán igen. Meg el van magának a sütő. Na hát ugye áruljuk el a kedves nézőknek, hogy nem csak úgy hívtunk meg, hanem ugye te ma ünnepled a születésnapodat, úgyhogy ezúton is köszönöm nagyon szépen. Boldog születésnapot az egész csapat nevében. Köszönöm, Zsolti. Köszönöm. Szeretem a születésnapomban, akárhanyadik. Köszönöm szépen, gyerekek. El vagyok kényeztetve. Most itt fejezzük be, mert aztán meghatódom. Örömmel voltam itt a stúdió konyhában, és örömmel főztem együtt Zsoltival. Váljon egészségetekre, és főleg örömetekre, ne sajnáljátok rá az időt. Ha tetszett a videó és a recept, iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Találkozunk még. Sziasztok!